Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, Tóth Tamás vagyok. Ez az éjszaka még nem volt annyira hideg, mint amilyenek előtt állunk, hiszen a front mögött a ma megerősödő szél nyomában holnap reggelre viszont leáll a légmozgás, kiderül az ég, és igencsak hűvös, hideg éjszaka előtt állunk. Viszont most már felszakadozik a front mögött a felhőzet, fátyol felhőket azonban itt-ott még lehet majd fotózni, mint ahogy a korábbi napokban egy látványos képet is kaptunk Alsóörsről. Rostási Szabó Mihálynak ezúton is nagyon szépen köszönjük, és Szilágyiné Ági is egy nagyon kellemes hangulatú balatoni napnyugtával fűszerezte nekünk az időjárás jelentést, amelyet természetesen itt bemutatok önöknek, és tegyék ezt hasonlóképpen Ágihoz, küldjék el nekünk a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre az időjárással kapcsolatos képeiket. Mutatom is a hidegfront útját és annak vonulását a legfrissebb műholdképeken, az is szépen látszik, hogy ennek a frontnak a felhőzete elvékonyodott a Kárpát-medence fölött. Egy kisebb felhőtömb még itt a medence déli részein okozott az éjszaka folyamán esőt, záporokat, egy-egy zivatart is, de ezek a felhők is szépen fokozatosan elhagyják majd a Kárpát-medencét, de nem mindenütt fog teljes egészében felszakadozni, csökkenni a felhőzet, mert itt elsősorban a medence délnyugati részein maradhatnak még ma is erősen felhős körzetek, a csapadék azonban várhatóan mindenütt megszűnik. Napközben tehát alapvetően napos idő várható, gomoly felhőkkel, és elsősorban a kárpátaljai felvidéki részeken, illetve Magyarország északkeleti részén azért több gomoly felhő képződik ma, de számottevő csapadék arrafelé sem várható. Viszont szeles lesz átmenetileg az idő, késő délutántól azonban jelentősen mérséklődik a légmozgás. Éppen emiatt tehát az éjszakák igencsak hidegek lesznek a következő időszakban, a fagyzugokban még 2 méteres magasságban is lehet 0 fok alatti hőmérsékletre számítani. Napközben nem sok változás lesz a hőmérsékletben, jellemzően azért kevéssel 20 fok alatt alakul, de kellemesebbnek érezhetjük a levegőt a szeptemberi napsütésben. Mély kék égboltra, gomoly felhőkre számíthatunk a következő napokban, melegedés vasárnaptól, illetve a jövő hét elejétől valószínűsíthető, és ezzel együtt az éjszakai lehűlés mértéke sem lesz már olyan jelentős. Köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!